A tabella alsó régiójában található csapatok csaptak össze az NB3-as labdarúgóbajnokság középcsoportjának 12. fordulójában, a 15. Paksi FC Szekszárdon a 14. Pécsi MFC-t fogadta. A látogató kis túlzással már az első 10 percben eldönthette volna a 3 pont sorsát, a bizonytalankodó paksi védő hibáit azonban egyszer sem tudta kihasználni a baranyai alakulat. Ezt követően azonban játékba lendült a PFC 2, és sorra dolgozta ki helyzeteit, ám ezek is mind kimaradtak. A 42. percben Nagy Ádám labdája a felső lécet találta el, a félidőben 0-0 állt a táblán. A térfélcsere után Koller az 50. és az 56. percben is előnyhöz juthatta volna övéit, ám a rutinos pécsi futbalista lövését előbb Borsos védte, majd a kapufa hárított. A folytatásban már kiegyenlített játék zajlott a pályán. A meccslabda a 92. percben Bartát találta meg, ám közeli kapáslövése elakadt a vendégek kapusában. Így a végeredmény Paksi FC 2, Pécsi MFC 0-0. Tököli Attila együttese 12 fordulót követően 7 ponttal a tabella 15. helyén áll. Jól indult számunkra a mérkőzés, úgy gondolom, hogy 2-3 komoly lehetőségünk volt a gólszerzésre. Miután valamilyen formában elvesztettük egy kicsit a fonalat, akkor átvette az irányítást a Paks, nekik is voltak lehetőségei. Próbáltuk rendezni a sorokat, rengeteg olyan probléma akadt a mérkőzés közben, amit úgy gondolom, hogy áthúzta a számításainkat. Rengeteg a sérültünk sajnos. Most is egy súlyos sérülés mérkőzés elején. Nehéz ezekbe a szituációkba belenyúlni úgy, hogy ne kelljen szerkezetet váltani, ne kelljen olyan dolgokat előhúzni, ami esetleg nem volt tervezve. Nem akarunk kifogásokat keresni, nem is szeretnénk. Inkább úgy gondolom, hogy azokkal a lehetőségekkel, amikért a fiúk megdolgoztak és helyzeteket alakítottunk ki, ezekkel mérkőzést kell tudni nyerni, ezekkel kell tudni gazdálkodnunk a jelen esetünkben, és hogyha ezeket góra tudjuk váltani, akkor biztos vagyok benne, hogy eredményesebbek is leszünk a pontok tekintetében. A mai mérkőzés egyetlen pozitívuma az, hogy nem kaptunk gólt. Jó, ez se teljesen igaz, mert azért voltak lehetőségeink, nem kis lehetőségeink, akár csak itt a hosszabbítás perceiben volt 4 körülbelül, amivel gólt rúghattunk volna. Első fél időben is megvoltak a lehetőségeink, volt egy-két bravúrvédés, vagy jobb döntés, talán ketten is voltak üresenben középen, a bepasszoljuk, most így sikerült. Lehet, hogy jövő héten csak kapura fogunk rúgni, semmi más nem csinálunk, és akkor el fogjuk találni a kaput. Én azt gondolom, hogy tették becsülettel a dolgokat a srácok, nyilván volt benne hiba, gól hiányzott, semmi más.